Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. Ami milyen ez a felsőm, az új pulcsi? Jól nézel ki. Thank you. Okay. Tegnap is ugye elbeszélve voltam, szóval már biztos jó büdös vagyok. Képzeljétek el, hogy a Barbie megígért nekem, hogy hoz nekem burítót, és direkt nem vacsiztam, és tök vártam, és mit hozott? Dó. Viszont nem direkt történt ez. Bombastic side eye, én csak ennyit mondok neked. Side eye! Hello my friendek! Hogy vagyunk? Ebben a videóban itt van velünk Bombastic side eye, cse-cse! Sziasztok! Ez nagyon cringe köszönés volt. Nagyon. És ebben a videóban, hát... Felülünk a retro vasútra. Konkrétan. Retro Tiger zsákba macska nyitás lesz, ugyanis hát már régóta elhagytuk a Tigert, ugye? Hát azokra már, azóta kicsikét jó vizekre elvesztünk. Nem akarom megbántani a Tigert. Hát már így nem volt Tiger zsákba macskás videó, és ti viszont nagyon-nagyon szerettétek, és amúgy még egy csomószor mai napig jön olyan komment, hogy legyen még. Ez komoly. Igen, amúgy. Nem, ezt csak úgy mondtam, tudod, ja. Senki nem szokta kérni. Sokan kérdeztétek, de... Vettem fejenként kettő nagy zsákba macskát, és egy-egy kicsit, úgyhogy ezeket fogjuk ma kibontani, és megnézzük, hogy megéri-e visszatérnünk a Tiger vizekre, vagy sem. Úgy összerakni, hogy nagyon jó dolgok legyenek benne. Kupakod meg a side-eye. Szóval... Akkor kezdjük a kicsivel, hogy essünk túl ezen. Úgy már látok valamit benne, de nem spoilerezek. Ezt teljesen elfelejtettem, ezt így szó szerint ezt így ki kell tépni. Igen, ez nagyon durva. Jó, na nézzük, miket érzek. Ez így. Ó, amúgy ez cuki! Úristen, ez nekem kell. Ez egy mini képkeret. Ez egy mini mágneses. Tényleg? Mágneses, ha jól látom, képkeret. Aha. Szóval a hűtőre, vagy bármire így fel tudjátok rakni. És akkor majd odarakok egy fotót ebbe a Barbie-ról. Úristen, ezt csináld meg. Jó, de ez csak így. Neked van... Neked van egy nyomtatód? Van, de nincs már tinta. Következő. Ó, ez a kedvenc dolgod. Amit imádsz. Egy ilyen mini verzió, ami nyáron, hogyha melegetek van, ha például mentek nyáron a Budapest Pride-ra, akkor mindig 45 fok van, oda nagyon jó lesz. Mindent így kibontasz, és csak itt a jól. Következő. Ó, ez nagyon fontos, tehát... Egy lufi formájú, ilyen kis... be tudjátok rakni a papírt, és így kinyomjátok, és akkor lesz egy lufi mintátok. Dekoráció. Verekednek a cicák, Aliszka is megérkezett. Nagyon jó. Következő buli témája lehetne Luffy. Luftballon téma kör, és ez az egyik dekor. És az utolsó dolog, amit láttam is, ez egy... Ez egy kis firka papír. Vázlattömb. Jó, tehát akkor ez egy... Side eye. Ez a kedvencem belőle határozottan, ezt amúgy tényleg szeretném. Jó. Ez 10-ből Tiger zsákba macska, az képes adok rá 5 pontot. De nagyon szegényes volt a felhozottan, nem? Akkor én jövök. Ez az összetartok? Ez a vendégfürdőszobában biztos valami. A vendégfürdőre megint valami. A vendégfürdőszoba, ami nem létezik. Mi van abban? Ó. Ez egy holdalakú mécses. Ez egy gyertyatartó. Ide, tudod, olyan hosszú gyertyát. Na, a következő, azt a életemben, ez olyan dolog, hogy zsírkréták több színű. Az a sok színű ceruza, amit semmire nem lehetett használni, ezek olyanok, csak zsírkrétákban. A tiéd amúgy tényleg sok színű. Igen, az ilyen viszont egy színű. Ennyi rózsaszín. Krétus. Nem ez volt a terv! Ez micsoda! Attila, ez a családod is te! Most leugrésztél a családomat? Ez a csecságnak lesz egy-két szava szerintem, és ebben sírás lesz a vége. Nem, figyelj, a csecsági az ő! Jó, jé! De mutassuk meg a nézőknek is egy ilyen kis szörny matrica szett. Igen, de ez amúgy nekem tényleg tetszik, ez az a vicc. A harmadik, hogy 8-án lesz a horgolt szettet az áru feltöltésünk, és akkor a Barbie majd ebből a szörnyes matricákból mindig rendelésben majd becsempész egyet. És a Barbie plüsseit is meg tudjátok venni. Igen. Most már az én plüsseim is fent lesznek, és nagyon-nagyon izgulok. Igen. Úgyhogy legyetek ott az áru feltöltésre. Az utolsó dolog...
Ez csodálatos. És ez most felfújod? Ez 100 centis. Mi a fa? Úristen, ez nagyon cuki, ez majd valamelyikünk buliára, tegyük már ki. Hát az enyém lesz legközelebb. Akkor arra, egy ilyen ocsmány szuperhőst. Szuperhős gázsi, ez nem mosoly, ő így csinál konkrétan. 10-ből mondjuk egy 2-es ez a csomó. Azta! Eddig azt gondolom, hogy nem haladunk túl jól. De nem, ez nagyon nehéz ez a csomag. Meg valami csörög benne. Igen, ez jó lesz én, az a megérzésem. De jó lenne, ha lenne benne egy műzlista. Igen, és megtartom. Műzlista van benne? Egy óriási műzlista, mert elég dizájntalan. De amúgy nem rossz. De ott a műzlistárat, kicsaptam a műzlistárat az acskóból. Én egy médium vagyok. Na mi tényleg, de ebben mennyi műzlit meg lehet Rigeller. Ezeket a jegyzettömböket én nem bírom. Már a másodikat kapom. De igen, de tökre jó, és ilyen ocsmány. Elnézést? Hát ez a izébe van, a vendégállószobában. Jaj, de jó. Olyan színű, mint ez. Elnézést, ez lehet, hogy ez direkt van így összekoordinálva. Egy fiús csomag. Ebben még van több dolog. Na mi az? Következő, egy ceruza készlet, de különböző színekben. De ilyen különböző méretűek benne a ceruzák. Mi van? Ez hogy lehet helyezni? ez milyen faragóba? Bocsánat? Ez lehet, hogy kettő ceruzát lehet egybe rakni. Szerintem. Egy rotling. Ez egy toll? Nem, ez egy rotling. Egy vastaghegyű rotling. Nem. És a rotlinghoz is van még rotling hegy. Tökéletes irodai szerek, kivéve a csonki ceruzát, amit nem lehet hegyezni. Ezt így ki kell rágni. Jó, én erre 10-ből 3 pontot adom. Az de volt benne egy műzlistál. De bocs meg. Nagyon negatív vagy, figyelj, rátszom egy kis pozitivitást. Ez azért, mert nem lett burrítom. Igen, amúgy lehet, hogy én rontottam el ezt most. Na mindegy. Következő csomag. Ebben lesz egy plüss. Mi? Nem plüss. Tudom, manifestálom, ja. Hagyjál már. Ez nem így működik, cicám. Egy plüss, ne szívass, ezt nem akarom elhinni. Úristen! Amúgy nagyon barbis plüss. És mi ez a doktor, ez is plüss. És ki lehet venni vele a kiskutyát? Hozzá van a farka kötve. Már nincs. De te ma ilyen médium vagy amúgy? Ez ijesztő kicsit. Ez is ijesztő egy kicsit. Táncolok, milyen menő ez a kis lasi is hozzá. Ennek biztos örülné egy kis gyerek. Adjál már valami pénzt a médiumságért. De mit csaltál? Nem. Valami van? Na, ez... Az amúgy jól néz ki. Jaj, ezt tudod... Nem, úristen, ezt nagyon szerettem gyerekkoromban. Mi? Mintát húz, hogyha húzod. Elnézést? Hát nem sikerült egy vonalba. Ez csodálatos! Nézd ma az enyémet, mennyire jó. Ez nagyon jó. Nem? Ati? Atika? A következő... Ez mi? Ez is egy papír. Inspirációs. Jegyzettöm. Fel tudod írni az inspirációt, hogy honnan jött az inspiráció, mit jelent neked. Akkor közben felrátod az én nevem. Állj! Yes. Ez mi? Ez mi az a fantasy dolog? Irodaszerkészlet. Most ilyen papírírószer árunak van? Ez egy ló. Ja, tényleg, úris, egy lovat küldtek neked? Úristen! Amúgy ezek borítékok? Igen! Ezek jól néznek ki. Hát ez biztos, hogy megtartom. Mutat! Odaadom a kezedbe! Csak megnézem egy pillanatra! Itt vannak hozzá ilyen papírok, és ezeken is van egy kis felhő, ez nagyon cuki. Ez nagyon-nagyon jó. És van hozzá egy csomó ilyen matrica. Ezt tudod, mit akarok? Hogy akarok ilyen ottalvós budit kéne csinálni, és annak kéne... Jaj, de cuki lenne! Jó, nekem ez egy 10-ből 8-as csomagom, aztán. Ugye ez tetszett nekem tényleg. Ami ez tényleg jó volt, eddig ez a legjobb az összes közül. Igen, meg még plusz is volt benne, hihetetlen az egész. Na, és akkor jön nekem az utolsó csomag. Na, ez... elnézést, hölgyek, viselkedjenek, most már elég volt egy parádézásból. Ez egy meglepően könnyű csomag, nyissuk is, ez konkrétan nagyon könnyű, szóval nem is lesz semmi. De várj, Uri Geller. Ebben... Fairy Light lesz. Fairy Light? Tudod, olyan kicsi... Tudom. Tudom, mi az. Side eye. Side eye, mi az? Na, mi lesz benne?
De ez csalás, ezt nem hiszem el. Ez, ez valami csalás. Ez mi? De mi történik a videóban? De mi? Akkor ez igazából egy jövendőmondós zsákba macskanyit. Jövendőmondós tájgeres zsákba macskanyit. Átszállt rám a Klaudiának a látása. De tényleg, amúgy is ilyen diszkógömb formájú. Ez nagyon cím, jó. Benne. Szóval igen, ilyen nagy. Amikor ez egészen tetszik. Ja, jó. Volt nincs. Következő, ezt nem hiszem el. Ebből a szép jelzett üzetből. Lehet mecsi-mecsi üzetünk. Ja, de jó, akkor tiéd a gyűrött. Hú, az nagyon jó. És hát csak egy dolog van, ez mi? Hát vajon mi? Egy összehajtható kis tote bag, ami nem olyan rossz. Hát vásárláshoz amúgy tök jó lehet, nem? Mert össze neked lehet adom. Hajtani. Nekem van horgoltáska, amit én csináltam. Köszönöm. Mi ennyi volt ennyi benne? Volt ez a három. Ez egy konkrétan, ez egy kis csomagba szokott lenni. Ez szerintem, amúgy ez mennyibe kerül egy ilyen nagy csomag? 3000. Amúgy nem benne biztos, hogy eznek az összeg eléri a 3000-et. De fix, mert ez biztos, hogy szerintem már csak ez volt 25000. Edd meg a kis répádat. Oh. Utolsó. Ezt megrágtam. Ezt megtartom, nyugodjatok meg. Mamám csinált nekem cukormentes, laktózmentes, diós kosárkát. És nagyon-nagyon finom. Igen, szóval azt tudom megenni vacsira, amiben nem nincsen burítom. Édes Isten. Amilyenek a videónak lehet az eleve az, hogy Attila nem kapott burítót és negatív 20 percig. Jövendőmondó, burítómentes, teljes zsákbocskanyítás. Várom a mémeket. Attila és a burító elválasztva Borbi által. Várja, melyiket hagyjam legutoljára, vagy legjobbat? A legnagyobbat, ja. A legjobbat, az a zárjuk, az újra ne. Tehát, egy füzet. Ez egy to-do list. Amúgy ez a Fruzsinak biztos tetszett. Igen. De amúgy, nekem amúgy ezeken nincsen bajom, szóval tényleg nem akarok negatív lenni, csak hogy nem szépek. Szóval a, hát amiket... mert gondolom, ami szép, az már elvitt téged. Ja. Az meg lett véve. Jó, jó, igaz. Csak hogy a... De amúgy az anyaga az jó. Ha elfogyna az inspirációs jegyzetöm, van egy újabb... Jó, és akkor még van benne egy dolog, azt hiszem. Ó, oh, én is kaptam egy rotlingot. Kiszellőztettem magam. Ezt megengedem, hogy te kihúzd. Miért vagy ilyen kedves? Mert szerintem ez jó lesz. Köszönöm. Egy pálma mousz. Jó, kettő! Amúgy ez nagyon aranyos! Kár, hogy 10 számmal kisebb az én lábamnál. Amúgy pont jó. Bombastic side eye. Azt gondolom, hogy jól tettük, hogy átteveztünk a miniszós vízre. De döntsétek el ti. Szóval írjátok meg kommentben, hogy tetszett-e ez a videó, és hogyha szeretnétek még hasonlót, akkor esetleg adhatunk neki még egy lehetőséget. Hogyha szerintetek is már itt az ideje, hogy váltsunk. Igen. Akkor azt is írjátok meg. Írjátok meg, és írjátok meg azt is, hogy legyen egy új kocsis sorozat, amiben én, az Andris és a Barbie vagyunk, mert én úgy érzem, hogy a legutóbbi benzinkutas videónk az nagyon jó volt. Meg amúgy kitettem egy nagyon jó időötletet. Akkor lehet, hogy megcsinálhatjuk. De amúgy elmondjam, hogy mi amúgy tett, de mi vádnád. Olyan kéne, hogy fognánk egy Magyarország térképet, és hogy valahogy így dárca, vagy valamire rábökünk, és hogy oda elmegyünk, amire ráböktünk, egy ilyen kis day tripre, és akkor felen a kocsis részvéve, meg hogy ott csinálunk valamit, vagy mondjuk ott leszünk valamit, vagy megnézzük ott valamit, és akkor egy ilyen kis kirándulós nap. Jó, ami ez megcsinálhatjuk. És ebből simán lehet sorozat, mert hogy sok város van Magyarországon, hát tudod. Meg azt is megírhatjátok kommentben, hogy tetszik ez az ötlet, mert ha igen, akkor megcsináljuk. De az én csatornámra. Nem, hát ugye... A Barbie vezet, Barbie fizeti a benzin, de az én csatornámra jön. Lehet, hogy torkon szúrlak ezzel. Attilához most nem vettünk fel semmilyen videót. Igen. Köszönjük a figyelmet, sziasztok! Szeretünk titeket. Bocsát, hogy már nagyon ilyen filter nélküli voltam. Attilának ez az igazi személyisége. Nem. Cancel. Nem, nem! Bombasztik side-eye. Kövessetek be TikTokon. Mi van? Csak úgy. Puszi!